Nagyszabású jótékonysági estet szervezett szombaton a Katolikus Egyház Nagyváradon. Az est során politikusok, közéleti személyiségek és egyházi vezetők fogtak össze azért, hogy segítséget nyújtsanak a szükségben szenvedőknek. A katolikus jótékonysági bált ötödik alkalommal szervezte meg a Nagyváradolaszi Barátok templomának egyháztanácsa. A kezdeményezés célja, hogy a felekhezethez tartozó tanintézeteket támogassák, illetve hogy segítsék a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által a Bihari megyeszék helyen működtetett Szent Angéra gyermekotthont. Azt szeretnék, hogy a kulturál szórakozás legyen, kikapcsolódás a nagybőjt előtt, farsang időben, mint mindőtt, hogy az emberek jól érzik magukat, és minél többen összejövünk, annál jobban megismerjük egymást, és rájuk, hogy az a célunk, gondjuk, hogy egymást szeretve, egymást kisegítve éljük a mindennapjainkat. A bálon fellépett a Szent László Római Katolikus Gimnázium számos diákja. Voltak, akik énekekkel, mások táncokkal álltak a közönség elé. A Szent Angéla gyermekotthon gondozottjai pedig verses összeállítással mondtak köszönetet. Az egyházak által meghatározott célok érdekében képes összefogni a nagyváradi magyarság mondta Pásztor Sándor, a Bihar megyei tanács elnöke. Fontos maga a tény, hogy én már jó pár éve történelmi egyházaink olyan rendezvényeket szerveznek, amelyel ö, ö, maga a nemes célok mellett ugyebár mosolygósa és boldogá tudnak tenni egy-egy estét a nagyváradi magyarság számára. Fontosak ezek az esték, ezek az események, mert mindig is egy fontos célért, mind egyházi, mind civil ö, közösségi dolgokért összefognak, és nagyvárad magyarsága, mint látható, nagy számban részt vesz az ilyen rendezvényeken. A jótékonysági est során árverést is tartottak, számos érdekes és értékes tárgy talált gazdára. A rendezvényen több mint 25 ezer lejt össze.